Teszt üzemmódban működik a Marosvásárhelyi Tömegközlekedés bankkártyás fizetési rendszere. Akik bankkártyával vagy telefonnal szeretnének buszegyet vásárolni, jól ellenőrizzék le, hogy valóban sikeres volt-e a tranzakció, ugyanis a rendszer még nem működik zöggenőmentesen. Április 1-től tesztüzemmódban működik a buszjegyek bankkártyás kifizetési rendszere Marosvásárhelyen. Azokon a buszokon, ahol van ilyen típusú érvényesítő, az utasok a bankkártyájuk vagy a telefonjuk egyszerű érintésével vásárolhatnak buszjegyet. Ezen a buszon kipróbáltuk, azonban a rendszer délelőtt még nem volt működőképes. A tranzakció elindítása után a szoftver újraindult, és nem vonta le a pénzt a bankkártyáról. Tatár Béla, a tömegközlekedési vállalat igazgatója híradónk megkeresésére elmondta, felszeretné Hívni az utasok figyelmét arra, hogy a rendszer tesztelés alatt áll, ezért nehézségek merülhetnek fel. Amíg a rendszer be nem felül, teljesen körülbelül augusztusig, amíg folyik az egész program, amíg az összes jegyelő automata be nem indul, és az egész vonal még nincs kifejlesztve, addig párhuzamosan fog működni mind a két rendszer. Vagyis tudnak elektronikus úton vásárolni, és a sofőrt is vásárolni egyet. Hozzátette a leolvasón nem bocsát ki papír alapú jegyet. Ellenőrzés esetén egyszerűen a fizetőeszközt kell felmutatni. A járművekre szerelt jegyérvényesítők nem csak jegyvásárlásra lesznek használhatók, hanem a jegyautomatákból vásárolt jegyek vagy bérletek érvényesítéséhez is szükségesek lesznek. A busz megállókban található jegyautomaták beüzemelése után a fizetés után az utasok kapnak egy QR kódot, amit a buszon kell érvényesíteni. A bevezetés alatt álló E jegyrendszer célja, hogy minden utas számára egyszerűbb és hatékonyabb legyen a tömegközlekedés használata.